Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Szerbusztok, madárfüttyös, szép reggelt kívánok, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, és egy pár pillanatot játszottam, mielőtt elindítottam volna a streamet, és találtam egy roncsot, ami elég nagy ahhoz, hogy itt a múltkori részekből származó keresésemre talán pontot tegyen. Látjátok, hogy elég kevés vizem van, ez nem feltétlen túl jó. Aha, itt bemegyünk. Kargó. Ott van valami. Megfigyelő szoba töredék. Nagyon jó. Ja, lehet, hogy nekem van már megfigyelő szobám. Ebben az esetben csak nem. Nagyon jó. Egy. Itt óvatosan kell közlekednem, nehogy elfogyjon az oxigénem. Bár sok javaslatot adtatok az elmúlt alkalmakkor egyébként, illetve az elmúlt részek alá. Sok ügyes és értelmes komment érkezett, illetve sok tanács, amire nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok. Azt kell tudni, hogy adok még egy esélyt így a saját magamnak a hőerőmű töredék, ez biztos, hogy már tudom, úgyhogy ez teljes fölösleges volt, nem baj. Az is hőerőmű töredék, itt is jön egy kis titán belőle. Hoppá, jajjaj. Úgy. Asztalokat, ezeket leszkenneltem már. Vág ki. Itt fogjuk tudni használni a lézervágót. Jó lenne, hogyha nem... Jaj, na vágjuk az ajtót. Kicsit kevés a vizem, illetve elég szomjas vagyok. Ez nagyon rossz dolog. És az oxigénem is kezd fogyni, hát nem is tudom, mit csináljak. Még oda benézek egy pillanatra. Ha, ott van valami, ami ez kellene, de inkább előtte kimegyek. Veszek egy levegőt itt a... Itt az én kis járművemből, és... Nem, azt csináljuk, hogy visszamegyek. Nem fogom ezt megtalálni, ezt a helyet többet soha. Soha életben nem fogom megtalálni. Félek, mert nem hoztam magammal... Nem hoztam magammal izét... bóját. Pedig hozni kellett volna. Fölmegyek itt a víz felszínre, megnézem, hogy hogy állok a körülöttem lévő objektumokhoz képest. És meglátjuk, hogy mi a helyzet. 14% már csak a hidratáción, 13%, ez nagyon nagy probléma. Akár föl is vehettem volna azt a fránya. Aha, itt már szigetet lehet látni. Hát gyakorlatilag... Hát a J1 és az úszó sziget, ez most elúszik onnan, vagy VTF? 439-re van a J1, és 1300-ra a sziget barlang. Ez ugye valamennyire fog nekünk segíteni. Föl kellene írnom. Na mindegy, biztos megjegyzem. Illetve egészen nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy megjegyzem. Gyorsan visszaszaladok a bázisra. 439-re vagyok a bázistól. Vagy illetve van a bázistól. Nem is olyan messze egyébként. Sokkal messzebb és sokkal mélyebben kutattam az előző részekben, és itt azért van sok minden, amit így felfedezhető. Na, itt megállunk. Gyorsan beszaladunk. Úgy. Közben látjátok, hogy egy halacskát beraktam ide a nagy akváriumomba. De, ja igen, a tököket meg kell keresni, amik itt vannak. Úgy. Puff, puff. Holland. Ja, nincs helyem, mi? Visszamegyünk, kipakoljuk a sugárzásálló védőruhát a felszerelésekbe. Úgy. Cirkoruhát itt a fölvesszük egyébként, mert az fontos, mert ez visszaadja a cirkoruha
Aha, jó. Itt kell egy kicsit itt makkozni, 7%. Elemes sikrót berakjuk. Sugárzásállót levesszük. Cirkulóvát fölvesszük. Gyűjti az izzadságot, ez azt jelenti, hogy majd valamennyi víz vissza fog nekünk jönni, hogyha a víz alatt vagyunk. Tökéletes, 6%. Titán. Lepatintjuk a titánokat. Tökéletes. Úgy, és szaladunk, és megesszük egy rakat tököt, hogy szomjúságunkat és az éhségünket is ezzel tudjuk csillapítani. Úgy. 65%. 100%. Nagyon jó. Ilyenkor elővesszük még a kést. Valamennyi magot vágunk. És visszaültetjük, hogy legközelebb ebből ne legyen probléma. Így. Ilyenkor ugye mindig meg szoktam még nézni a reaktort. Hogy a bioreaktort, hogy teli van-e, jól működik, bár elég sok energia van, aktív. És jól is működik. Várjál csak. Ezeket megpróbáljuk, megnézzük, hogy melyik lesz az. Ja igen, emlékszem már, a tök az igazából, ami nagyon megy, illetve elég nagy teljesítményt tud belőle a reaktor leadni, úgyhogy ezt be is pattintjuk, úgy. Ezek az apróságok, ezek hamar el is tűnnek. Jó, és akkor szerintem viszek magammal még két tököt, és egyet még megeszek. És visszaültetjük a magot, és mehetünk. Tökéletes. Jó, itt fölvettem ugye ezt a légzés visszanyerőt, vagy a igen, ez segít abban, hogy tovább bírjam a nagyobb mélységekben. Ezt is valamelyikötök mondta, illetve lehet, hogy nem pont erre gondolt, erre a berendezésre. De minden esetre ez az egyik komment miatt jutott eszembe, hogy ezt azért így illene fölvenni, hogyha már olyan helyre megyek. Jó, van ez meg így sütteti a hátát. Na, hogy állok? Mi a helyzet? Aha. Jó, arra indulok. 439. Hogyha jól emlékszem, 439 volt a méter. Nem olyan nagy probléma most, hogy lemegy a nap egyébként, mert azért elég mélyre le kell menni. 750. Hát egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy jó irányba jöttem. Valahol itt volt pedig... Ó, jaj! Az egy nem túl barátságos lény. Jaj! Talán... Aha, megvan. Ez az. Remélem... Megvagyunk. Remélem, hogy itt a... Mert fuck. Jött a nem túl barátságos lény? És megpumizott minket? Na, egy kicsit följebb megyünk. Egy pillanatra. Megjavítjuk az én kis járművet, mert nincs kedvem újat csinálni, teljesen fölösleges lenne. Hiszen már van! Na, ó. És akkor javító eszközt berakjuk a harmadik helyre. Most nem kell nekünk a kés. Ha végeztünk, akkor én nem is tudom.
Hát igazából az lenne a nagyon fasza, hogyha... Hogyha hasonló módszerrel, mint az előbb tudnánk művelni, és ugye ki is vágtam ott a... bulit. Hol van? Megint elvesztettem. Ja, itt van. Jó. Hát, indulás lefelé. Ja, jaj. Ne! Kiraktam a izét! Óha! Ó, de hülye vagyok. Hát... A kis elleves siklót kiraktam, és most se hoztam... 346. Most sem hoztam izét. Jó, hazamegyek, csinálok egy ilyen jelzőbóját. Illetve csinálok két jelzőbóját. Hogy egy maradjon nálam is, hogyha véletlenül valami olyasmit találok, amit meg kell jelölni. És... Emellett azt csináljuk, hogy azt a kis elemes siklót azt hozzuk azért magunkkal. Ugye ez azért nagyon fontos, mert jó gyorsan vissza lehet vele érni, meg le lehet érni, ezzel elég sok oxigén is spórolva. Ráadásul van rajta lámpa, ami ugye nem feltétlenül elhanyagolható dolog. Itt az elemes siklót, ezt berakjuk akkor, nincs helyünk. Úgy, és akkor mi kell ahhoz, hogy legyártsunk egy ilyen eszközt, amelyik hol van? Ezzel vissza tudom magam húzni vajon? Na mindegy, ezt is meg kell nézni. De nekünk... Ez se lenne rossz, de nekünk a bója kellene. Mennyi mindent tudok már csinálni, ezt is egy kicsit jobban rá kellene menni arra a dologra. Erősebb védőruhát is tudok csinálni. Aha, itt van, jeladó. Ja, nem, ide jeladó kell nekünk. Gravgömb. Ezt sem feltétlenül értem, ezt is ki kell próbálni. De jeladót csinálunk most részdrótból, meg titánból. Részdrót és titán. Szerintem az egyébbe lesz, hogyha le van gyártva. Kábelkészlet. Részdrót. És titán. Telepíthetők és jeladó. Remélem lesz elég helyem. Jó, ez micsoda? Ez lítium, szilikongumi és titán. A speciális ezüst plusz különlegesbe kell berakni a lítiumot, már nincs hely ott, akkor berakjuk az egyébbe. És a rész, még egy ilyen jeladót szeretnék csinálni, ugye a részhez gondolom, vagy részdróthoz gondolom rész kell. Nem tudom, egy elég. Kiveszek kettőt, hogy biztos ne kelljen visszajönni. Ellen itt föltöltődött közben. Na nézzük, felszerelés, nem ez, nem. Nyersanyagok, elektronika, részdrót. Pont kettő kell neki, jól is emlékeztem, illetve egy kicsit szerencsém is volt ezzel. Jó, és akkor elvileg megvan a részdrót és a titán, és akkor meg tudom csinálni a második jeladót is. Tökéletes. Jó. És akkor nálam van ez, elemes sikló, nálam van a jeladó. Már jött is visszanyert víz. Javítóeszköz, lézervágó. Nagyon jó. Hát akkor induljunk el, lassan a fejből fogom tudni itt az útvonalat. Közben föl is jött a nap, talán egy kicsi segítségünkre lesz. Remélem, hogy nappal ezek a lények, amik ilyen speciálisan erőszakosak, ezek eltűnnek. Jóhó, teljesen rossz felé megyek, és sugárzás észlelve ezt nem szabad. Akarod, hogy már innen fejből tudom az utat, mi? Na.
Hát lassan, de biztosan. Hát rossz felé járok, az egész, szinte egészen biztos. Igen, most kezdődik, illetve most kezdek el jó felé járni. Ugye az egymáshoz viszonyított távolságát nézem a különböző jeladóknak. Bizony, ez talán már hasonlít ez a hely. Talán ez volt az a bemélyedés, amin végig kellett menni. Nem. Egy kicsit távolabb volt lehet. Pedig itt kellett, hogy legyen. Mindjárt sze... Jó. Aha, itt van. Tökéletes, megtaláltam. Remélem közben nem talált rám egy ilyen... Egy ilyen túl agresszív lény. Jó, kipattintjuk a jeladót ide. Jeladó. Nem vesz fel, hanem szerkesztés. Hol van? Ott van. Címének szerkesztése, nem jelzés 4, hanem roncs. Mondjuk ez legyen a roncs 1. Veszünk egy mély levegőt, és elindulunk roncs 1-be. Megnézzük, hogy mi a helyzet. Ugye pár dolgot már felszedtünk be, és tudom, hogy nem feltétlenül jól, de lentről indultunk, és ezt az irányt fogjuk most is tartani, hiszen ott már kivágtunk valamit. Innen mentünk be. Aha, itt mentünk be. Van fönt egy kivágott ajtó, amit mindenféleképpen meg szeretnék nézni, hogyha már ennyit foglalkoztam vele. Akkor... Na, itt is van. Tápanyagrúd. Nagyon jó. És nyomás kiegyenlítő töredék. Hát... Az az igazság, hogy az történik, képzeljétek el, ja, hogy ez... Most ezt kivágtam már, vagy mi van? Ja, hogy az... Nem, ezt még ki lehet vágni. Igen. Na, toljad neki, srác. Az az igazság, hogy minél jobban, tehát egyre több tárgyat fedezek föl, de mindegyiknek csak az egyes vagy kettes, tehát semmit nem fedezek föl 100%-osan, és ez... Merőben idegesítő egyébként, közben 114 másodperc van még az oxigénemből. Megfigyelő szoba töredék. Hát ilyen 70-nél szerintem el kell kezdeni ezt hűerőmű töredék, jó, ezt titánt fogadni. 70-nél el kell kezdeni visszamenni. Ott nincs semmi, ott nincs semmi. Hoppá, itt van valami. Rokundás töredék, az nem tudom mi, és 70 van, úgyhogy go vissza. Hát lehet, hogy majd vissza kell jönni ide, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindent megoldottam, amit szerettem volna. Teljesen rossz felé jöttem, és vissza kell jönni, de... Uha. Uha. Gyerünk, 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 gyerünk. Na, induljál be! Hát ez elég meleg volt még ilyen. Ilyen sok oxigénnel is mennyire el tud veszni az ember. Mondjuk igazából most tényleg az volt a probléma szerintem, hogy egész egyszerűen eltévedtem ott bent hirtelen, amikor jöttem ki, és nagy odafigyelés kellett. Hát lehet, hogy ilyenkor jó ez az orsó, ugye?
Ott azt majd meg kell nézni, azt a másik ajtót. Na, hol van a bejárat? Már is elpazaroltam egy rengeteg oxigént, azzal, hogy ezt nem találtam meg. Na jó. Jó, akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor még egy levegőt veszünk, hogy ne kelljen visszajönni nagyon hamar. Úgy, és góle. Megiszom itt a vizet, amit találtam, illetve amit visszanyertünk a testemből. Aha. Jó, ez nem az, ami kell nekünk. Ezt itt kibontottam, de innen még volt valamerre út. Aha, erre volt az út. Szerintem, igen. Erre volt az út. Hát itt egészen biztos nem voltam még, hiszen... De itt is van valami felfedezni való, megfigyelőszoba töredék. Itt van egy PDA, amit fölvettem. Az micsoda? Nyomás kiegyenlítő töredék, jó. Kyklopsz nyomás kiegyenlítője feloldva. Itt, hogyha itt ki tudunk menni, akkor... Húha, nem tudom. Az igazság, hogy egyáltalán... Mi a rák? Miért nem fogyaszt ez az energiát? Vagy most mi van ezzel? Ezzel az elemes szutyokkal. Na mindegy. Az a lényeg, hogy elég nagy ez a roncs. És majd négyszer visszamentem igazából eddig. Na csak ne... Az az egyetlen, vagy hát illetve nem az egyetlen, de az egyik nagy kérésem, hogy ne dögöljek bele. Nézzük. Aha, ott is van valami. Jó, ezt megesszük, ez négy helyet fog adni nekünk. Itt van valami bent. Ja nem, ez kint van már, jó. Az mi? Az nem érdekes. Ezek nem érdekesek. Jó, menjünk egy kicsit. Hoppá. Nem erre. Arra. 138 másodperc a levegőből. Reméljük, hogy... Hát én most már nem tudom, hogy mit hagytam ott, meg mit nem hagytam ott. Az egészen biztos, 114 másodperc. Jó. Ne! Húha! Most pánikolok. Hogy kéne kimenni? 100 másodpercen valahogy kiussak. Nem. Nyolcvan. Gyerünk, 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 ússzál, srác. Lemerült ez a rohadt ellen, pedig mindig mondtam, hogy hozni kell magammal ellemet. Gyerünk már! Fog halni.
Jajjaj. Gyerünk, 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 36 másodperc, és 34 méter. Jó, most már nem fog meghalni. Fú. Viszont most bátran visszamehetek, mert megvan jelölve a terület. De ide vissza kell jönni mindenképpen. Ezt még jobban át kell nézni. Szerzek elemet. Töltöttem azt a szutykot. Berakom az elemeket a töltőbe és visszajövök ide. És még egyszer átnézzük a roncsot. Egyáltalán nem szeretnék itt hagyni semmit, ami fontos lehet számomra. Szerencsére nincs túl messze, úgyhogy nagyon sok időt nem vesztek ezekkel a idoda járkálásokkal. Mondjuk biztos, hogy meg lehetett volna oldani profibban is természetesen. Na itt megállunk, még hozok szerintem, vagy nézzük csak meg. Energia cella, azt is kicseréljük egy 100%-osra. Jó. És elem meg cella, akkor egy energia cellát magunkhoz veszünk, két elemet? Na, egy elem elég, csak berakjuk azokat a maradékokat ide, illetve azt a úgy, és az energia cellát meg berakjuk az energia cella töltőbe, amit hol is raktam? De amit lebontottam? Szerintem lebontottam, oda raktam ezt a szutykot. Na mindegy, van egy rakat energia cellánk. Úgyhogy nem érdekel. Uha, itt valami gond van. És itt az FPS csúnyán leesett. De egyáltalán nem ijedünk meg. Hanem azt csináljuk, hogy mentünk egyet. Az egészen biztos. Megpróbáljuk újra betölteni, és hogyha elvileg, hogyha minden sinem van, akkor újra majd lesz az FPS-em. Közben egyébként szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik nézik ezeket a részeket. Én megmondom őszintén, hogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Subnautikát, elképesztően megszerettem az elmúlt időben. És ezért csinálok belőle ennyi tartalmat. Valószínűleg, hogyha megszeretek majd más játékot, akkor abból is sok tartalmat fogok csinálni, kivéve az Andromédából, a Mass Effectből, mert az nekem tényleg olyan, mint egy könyvet olvasnék, vagy kikapcsolódás. Elképesztően tetszik a játék, és nem szeretnék még plusz energiát abba fektetni, hogy kommentálom a dolgokat. Úgyhogy ezért nem nagyon várható. Talán egy bemutató várható, hogyha végigjátszom a játékot, és megismerek mindent belőle. A technológiákat, a multiplayert, ráadásul most a multiplayert teljesen hanyagolom egyébként. Lehet, hogy abból mondjuk fogok streamet csinálni esetleg. Vannak ilyen napi küldetések, meg napi feladatok, amiket el kell végezni, de én abban még egyáltalán nem mentem bele. Annyira nem mentem még bele, hogy az valami félelmetes. Na nézzük. Aha, tök jó, visszaállt a... Visszaállt itt az FPS gond, úgyhogy... Nagyon jó lett, már nem is, már megint szaggat. Kicsit hagyunk neki időt. Lehet ám, az is, megmondom őszintén, egy elég régi Winchester van benne a számítógépemben, és azon vannak a játékok. Már régóta szeretnék egy másik Winnyót vásárolni igazából, de még nem vitt rá a lélek, hogy...
Így. Még nem vitt rá a lélek, hogy ezt így abszorbáljam, ezt a feladatot. Úgyhogy még ezért nem vettem. Hát remélem, hogy ezt azért hamar pótolni fogom. Csak olyan rohadt drága lett minden mostanában egyébként, hogy az ami elképesztő. A RAM árak az egekbe, SSD árak az egekbe, Winchester árak az egekbe. Ó, ezt majdnem itt hagytam. Hol van? Hol vagy? Ott vagy. Nyomás kiegyenlítő töredék, nem tudom, hogy ezt fölvettem, de igen, ezt már megtaláltam. Na nézzük. Nézzük még egy menetet. Nézzünk, aztán... aztán meglátjuk, szerintem... szerintem ez egy elég sikeres kis akció volt, sikeres kis rész. Elvileg, ahol kivágtam, ott kivágtam egy másik ajtót is. Igen, itt. Itt voltam is bent, ugye? És itt innen csak egy kijárat van. Nem, van egy másik kijárat. De szerintem én itt voltam már. Lettévedek. Ja nem, itt biztos, hogy voltam, igen. Sőt, innen ki is lehet menni. Na hát, szerintem én ezt a roncsot átvizsgáltam. Mondhatjuk azt, hogy átvizsgáltam. Csak az idegesít, hogy egyszer, mintha láttam volna még egy ajtót, amit ki lehet vágni. Ez az egyetlen dolog picit bosszant, hogy... mint hogyha lett volna valahol még egy ilyen... apró lehetőség. Ja, itt van. Olyan hihetetlen sötét tud lenni, hogy... nem találja meg az ember még a... saját tökét sem. Még egyszer innen föntről bemegyek. Ott a luk. Különös figyelmet fogok fordítani a kivágható ajtókra. Az ki van vágva? Itt lejjebb minden ki van vágva, ugye? Igen. Följebb megyünk. Megyünk a szokásos kis kivágott részünkre, ahol elvileg van egy másik kivágott szoba. Igen. Arra voltam már. Aha, ez az, ami nekem hiányzott. Jó. Hőerőmű töredék. Jó, ez is van, persze, nyilván van. Száraz dok! De jó, hogy visszajöttem ide, srácok! Száraz dok töredék 2! Nagyon jó, meg fogom tudni építeni a száraz dokot! Már megyek is ki! Aki találok. Na most! Most mondhatom azt, hogy ezt bizony kivégeztük, ezt a kis helyet. Itt kell kimenni. Meg is építsük a száraz dokkot. Még körülnézek itt, és szerintem a következő részben lehet majd ezt a száraz dok dolgot. Száraz dok dolog megépítését látni. Kicsit körülnézünk a környéken is, hát ha... Ojajaj. Hopp, ott is van valami.
Ekkora mákom lenne? Ja, azt nem, ez hőerőmű. Azt hittem már a... A... Nagy tenger alatt járónak. Hol van? Hol volt? Láttam, mint hogyha lett volna valami. Ja, csak a víz jött vissza? Jó, eszek. Hogy legyen helye a víznek visszajönni. És itt körülnézek a környéken. Meg is iszom a vizet, hogy legyen helye másik víznek is visszajönni. Jó, inkább hozom a... tengeri csikót. Mindig elfejtem a nevét. Csikóhal. Hozom a csikóhalat, hogy nehogy véletlenül az legyen, hogy ott marad valahol, aztán... aztán megtámad valami 16-szor elátkozott nehéz harci szörny. Meg bután fogok nézni azért, mert azok kellene mit tenni. De jó lenne már, nagyon jó lenne, hogyha ezt a tyuklopszot is ki tudnám fejleszteni. Elképesztően jó lenne. Tudom, azt nem feltétlenül itt kell keresni. Csak már ott elvileg, ahol keresni kéne, ott ilyen el... Tehát ilyen iszonyat mennyiségű időt töltöttem el azzal, hogy ennek esélyt adjak, és egyszerűen nem találtam már mást. Ezek micsodák? Vörös gyom. Leszkenneljük. Hoppá, ezt az ugrót is le lesz szkennelni. Nem is tudom. Ez még le, ez mi ez? Üskés kürtű. Jó, minden újdonságot fedezek föl. Elképesztően jó ez a világ. Megnézzük, elolvasgatjuk mindjárt, hogy micsoda mit tud ezekből, amit felfedeztem, lényegből. De előtte még egy picit erre elmegyünk. Hát találtunk valami fajta roncsot, megint. Nagyon örülnék, hogy találnék még egyet. Akkor örülnék, hogyha megtalálnám annak a Cyclopsnak a különböző dolgait. Na nézzük, menjünk be még ide, legyünk bátrak, legyünk kemények, inkább így fogalmazok. Ez nem tudom mi, de nem lesz szkennelni. Aha, ez már le van szkennelve. Viszek a kükloszalamnak egy párt. Gyere ide! Ja, eszköztár megtelt. Mindjárt. Jaj! Az Isten áldjon meg, te nyomorult! Ne! Hú, azt hittem elment az a szutyok. Jó, kidobok egy titánt. Vagy egy kükloszfalat. Ott van. Fogd meg! És vissza. Vissza, hogyha vissza találunk. Jó. Itt kijöttünk, és akkor szabad az út. Szabad az út hazáig. Még megnézzük, hogy mik azok, amit leszkenneltünk, és elindulunk hazafelé. Na nézzük.
Log. Nem. Adatbank. Földtan. Bazalt kinövés. Kemény vulkanikus kőzet, amely egy korábbi vulkán aktivitás hozott létre. Valószínűleg olyan ritka nyersanyagokat tartalmaz, mint a gyémánt és az uránium, melyet máshol nem találtok meg. Ugye a pala, a mészkő és a bazalt kinövés különbözhetünk meg, amiben más anyagok lehetnek. Most szkenneltük ugye a tüskés kürtűt, miközben közeli genetikai hasonlóságot mutat a vérfűvel, ez a faj úgy fejlődött, hogy gyökér rendszerét kemény, szarvszerű burkolat zárja körül, mondjuk így. Vörösgyom egy gyakori, sokfajta környezethez alkalmazkodni képes növény, kisebb növények étrendjének szerves része. Jó, letöltött adatok. Ezt töltöttük most le a Torgel vállalat. A Torgel vállalat egy régóta fennálló magánkézben lévő családi vállalkozás, amely egy tucatnyi bányászati és kereskedelmi ügyletben érdekelt. A cég részvényei magasan szárnyak, a bejelentés követően, miszerint a mongol államok új fáziskapu építését tervezik a Torgel féle alapanyagokból. Ezen tervek meghiúsoltak, amikor a Bart Torgel a tevékenység tervezett vezetője apjával együtt eltűnt. És akkor a Ledrud. Hát ez a hordozható elemes LED világítás gyakorlatilag az, amit itt bárhova lehet szúrni. Megerősített búvárú, amit láttunk ott. Ezen ruha aramidszálas megerősítésnek köszönhetően csökkenti a beérkező fizikai és termikus károsodást. Ugye ez azt is jelenti, hogy a hőnek is ellenáll. 50%-a csökkenti a fizikai ütközések sebességét, akár 70 Celsius fok feletti hőmérsékleten is használható. Aha, hát nem sebezhetetlen, és a kültéri veteményes megfigyelő szoba. Ez nagyon érdekes ez a megfigyelő szoba, ez a száraz dokk is nagyon érdekes. Ennek a két szobának vagy helyiségnek a felépítéséről fog szólni a következő rész. Úgyhogy semmiféleképpen ne hagyjátok ki, iratkozzatok föl, hogyha tetszett, lájkoljatok, kommenteljetek, adjatok tanácsot, hogy azt a rohadt Kyklops hajtóművet hol a mocskos rágba fogom tudni megtalálni. Ja, meg egy másik, hogy a hőerőművet hogyan lehet használni. Köszönöm szépen egyébként az eddigi tanácsokat is, mindent elolvastam, megnéztem, és általánosságban is azt tudom mondani, hogy megfogadom őket, vagy megfogadtam őket, vagy meg fogom fogadni őket. Ugye szép sorjában mindent. Minden esetre még egyszer akkor köszönöm, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek, és akkor... Sziasztok!